Sziasztok! Kíváncsiak vagytok, hogy mit akar az anyapénzkeres program? Hát egy ilyen életstílust is, amit élhetünk a szorgalmunknak köszönhetően és ennek a programnak köszönhetően. Szokták mondani, hogy de hát ez nem sikerülhet mindenkinek, ez így van. Nem sikerülhet mindenkinek, nem sikerülhet annak, aki pesszimista, aki nem tud hinni az álmaiban, annak, akinek megmondják, hogy gyenge, vagy kicsi, vagy buta, vagy nem szép, azoknak se sikerülhet. Mert a megmondják neked véleményeknek túl sokat adunk. Gondolkozz el, hogy te a saját életedben mennyire vagy benne, mennyire vagy te a filmet főszereplője, és mennyire éled te azt a filmet, amit te el tudsz képzelni az életedről. Megírtad te már a te jó verzióidat? A te filmednek a jó verzióit? Képzeld el, hogy beülsz a rendezői székbe, és szabadon engeded a fantáziádat, és szabadon engeded az álmaidat. Akkor hol lennél? Mit csinálnál? Kivel töltenéd az idődet? Milyen szolgáltatást kapnál? Hova járnának a gyerekeid? Hogy élnél? Milyen gondolataid lennének? Engedd szabadjára magadat, mert a mai naptól kezdve el tudsz kezdeni teremteni magadnak egy sokkal, sokkal jobb jövőt, mint amit eddig teremtettél magadnak. Ha felmered vállalni a felelősséget, hogy azért, ami eddig történt veled, azért is te vagy a felelős, és azért is, ami ezután fog veled történni, akkor már egy lépéssel előrébb léptél afelé, hogy egy tuti jó életet teremts magadnak. Annak, hogy teremtesz magadnak tuti életet, annak két feltétele van. Az egyik, hogy egy jó eszköz legyen a kezedben, amivel meg tudod ezt tenni, a másik pedig az, hogy te magad jó állapotba kerülj, olyan állapotba, aki ezeket el is tudja élni. Tehát két tornyot építünk, egy szakmai tornyot és egy személyiségfejlesztési tornyot. Nem lehet, hogy valaki csak személyiséget fejleszte, ne dolgozzon, és attól már is lesz egy jobb élete. Hogy tök jó korát találtam nektek, ilyen szép. És olyan sincsen, hogy valaki csak dolgozik, és a személyisége nem dolgozik, mert akkor mindig le fogja rombolni azt a sok jót, amit kap. Tehát ezt a kettőt párhuzamosan kell csinálni. Várom azt, hogy megtanítsam veletek is azt, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. És nagyon sokszor mondják azt, hogy a trénerek sokba kerülnek. Szoktam látni, hogy nagyon-nagyon jó trénerek fizetett videókkal tanítják az embereket, ugyanis ők abból élnek meg, hogy trénerkednek. Azt viszont, hogy a mi csapatunkban megtanulod azt, hogy tudsz jól gondolkodni, hogy tudod jól szervezni az idődet, hogy tudsz tehetséges gyerekeket nevelni, hogy tudsz jó párkapcsolatot fönntartani, azt viszont meg tudjuk itt tanítani neked, és még azt is, hogy tudsz pénzt keresni, úgyhogy jól érezd magad, és meg tudj adni a családodnak mindent, amit szeretnél. Nagyon sok anyuka van a csoportunkban, és van, aki azért dolgozik, hogy a férje ne menjen külföldre, és segítsen otthon a gyereknevelés, ugyanis egy apának is nagyon fontos, hogy otthon legyen, és a gyerekkel legyen. És a gyereknek is rendkívül fontos, hogy ne onnan ismeri az apját, hogy 3 hetente hazajön. Én nem tudom, mi a te motivációt. Beszéljünk, vedd fel velem a kapcsolatot, és személyesen szeretnélek megismerni, hogy te ki vagy, és milyen életet szeretnél élni, és utána hagyd, hogy ezt együtt hozzuk létre. Szép napot, viruljatok ma is!